Hattyú, Vöcsök és társaik idén 14. alkalommal vágtak neki a haboknak. A Vidra Sport Egyesület szervezte vízi versengés, ez évben is népszerű volt. Meg ez egy hagyományos amatőr evezős verseny, ahol családok, fiatalok kipróbálhatják az evezést. Vannak kenúink, 4 személyes, 3 személyes kenúk, 2 személyes tengeri kajakunk, 1 személyes, van K1-esünk is. És akkor ezekkel a hajókkal rendezünk egy amatőr versenyt. A tavon lerakunk 2 bóját, azt kell megkerülni. Van a gyerekkategóriánk, felnőtt, illetve van egy családi futam. Mennyire népszerűek ezek a versenyek? Mert azért már gondolom, hogy komoly hagyománya lehet így több év alatt. Igen, szerencsére komoly hagyományunk van már. Megmondom őszintén, időfüggő is, tehát nyilván, hogyha például esik az eső, kevesebben vannak. Szerintem olyan 60-80 ember szokott így indulni, nevezni, de mondom, ez abszolút attól függ, hogy milyen idő van. Sok emberre számítunk, várunk mindenkit szeretettel. Mióta létezik maga az Egyesület? Az Egyesület 97 óta létezik. A Dunaparton van lent a csónakházunk, Dunasétány 22. Oda is várunk mindenkit szeretettel, minden fiatal belépőt, újat. Mit fognak nyerni azok, akik a kupán jól szerepelnek? Tapasztalatokat, élményeket? Igen, tapasztalatot? Nem, hát természetesen van egy kupa érem, illetve hát nyilván felnőtt versenyzőnek egy pezsgő, illetve a gyereknek is van gyerekpezsgő, úgyhogy mindenkinek a korosztálya szerint. Azért itt a tó közelsége, ez kedvez ezeknek a vízisportoknak, itt Kalászon valahogy ennek tényleg nagy hagyományai vannak, így van? Abszolút, hát sőt nem csak a tó ugyebár, hanem a Duna közelsége is, tehát azért, meg a hátsó tavak is, bár mondjuk az ugye nem használható elvileg. Mi lehet az oka annak, hogy népszerűek, és folyton csak egyre népszerűbbek ezek a vízisportok? Hogy szerelmesedik bele az ember például az evezésbe éppen? Szerintem több oka is van, főként, hát engem a jó társaság van, az mindenképpen. Van egy hangulata, egy romantikája annak, hogy az ember lemegy a Dunára, evez egyet, megkerüljük mondjuk a Lupa-szigetet, beülünk utána a Diósúrhoz, eszünk egy Debrecenit, vagy akár a Szentendrei-szigetet kerüljük meg. Szoktunk ilyen párnapos túrákat is szervezni, Szentendrei-sziget kerülés. 3 éve voltunk fent, akkor Vágfarkasról jöttünk le, a hajókat hoztuk le vízen, úgyhogy... Nő az Egyesület létszáma? Népszerűek? Igen, minden évben. Ilyen, hogyha jól emlékszem, akkor olyan 10-15%-kal szoktunk bővülni. 3 nagy csoportos tagunk van, ez 2 cserkész csapat, egyik a ciszterci, a másik pedig a 1111-es Szent István telepi cserkész csapat. Illetve van még egy Szent Imre gimnáziumunk is, ahonnan tárolnak hajót nálunk szintén. A közel 160 tagú egyesülethez Nagel Domonkos 1 évtizeddel ezelőtt csatlakozott. A fiatalember azt mondja, a sportág és a társaság is vonzotta annak idején. Igazából körülbelül 10 éve vagyok cserkész, és ezzel együtt, amikor befizettem a tagsági díjat, ez jogosult voltam, hogy a Vidrese tagja legyek, és ezért azóta is használom ezt a lehetőséget, és nagyon szeretek kenúzni is, kajakozni is. Miért is? Az az igazság, hogy körülbelül 3 évig egy egyesületben kajakoztam, Szentendrén, és ott nagyon megszerettem ezt a sportot, és azóta, amikor csak tehetem, akkor kajakozom vagy kenúzom. Hogy történik, hogy az ember pont egy ilyen vízi sportágba szerelmesedik bele? Hát ez egy jó kérdés. Igazából nagyon sok minden sportot kipróbáltam már, de nagyon kötődök igazából a vízhez, és ezért nagyon szeretem a vízi sportokat, az úszást is, meg az evező sportokat is. Gondolom, hogy akkor nem ez az első Vidra kupa, amin majd indulsz. Nem, hát ez lassan 5., 6. talán, úgyhogy, de nagyon szeretek mindig itt lenni, mert jó a hangulat. És gondolom a társaság sem lehet utolsó, mert azért az is számít egy egyesületnél. Igen, nagyon jó a társaság is, nagyon rendesek az emberek, úgyhogy érdemes idejönni. Milyen helyezést gondolsz, remélsz most? Hát az utóbbi évek tapasztalatából a férfi versenyben, a felnőtt versenyben első helyezéseket értünk el, úgyhogy remélem idén is sikerül. Az eredmény azonban kicsit elmaradt a várakozástól, Domonkosék ugyanis a 2. helyre futottak be, míg a Vidra Kupa első helyét idén Wettstein Dánielék csapata nyert el.